Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepét üli az Anyaszent Egyház. Gellért 980 körül született Velencében. Magasabb iskolai képzettségét Bolognában szerezte. Velencében a Szent György apátságban élt, apátnak választották. A Szentföldre utaztában útja megszakadt. A gondviselés Magyarországra irányította. Szent István rábízta Imrének a nevelését. 1023-ban Bakonybélben remetéskedett, majd ő szervezte meg a családi püspökséget, amelynek első püspöke lett. Ott volt István halálos ágyánál, amikor a szűzanyának ajánlotta az országot. István halála után a pogánysághoz visszahúzódó lázadók letaszították a ma az ő nevét viselő hegyről. 1046. szeptember 24-én halt meg. Szentmisét fölajánlom rendi szándékra, illetve élő Gellértért és családjáért. Testvéreim, mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára, szálljunk magunkba és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek. Könyörögjünk. Istenünk, Te a vértanúság győzelmével koronáztad, és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínjai nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak, a világból való távozásukat balsrosnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje. Aki könnyek között lenne, majd újjon varadna. Aki könnyek között lenne,
Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verevet adnak. És mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a vereveknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe van ma, mint ahogy említettem a Szent Mise elején. Nagyon sokáig problémám volt a vértanúsággal, hogy hová is helyezzem, hogyan is gondolkodjak róla. És hát ugye, milyen érdekes a mai első olvasmányunk, ahol választ kaphatunk sok mindenre, bölcsesség könyvéből, amikor is azt olvassuk, hogy az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelőket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Ez számomra részleges választ ad a vértanúság, illetve annak értelmére, mert hogy
tulajdonképpen a Jóisten az áldozatot nézi, a szívből jövő áldozatot, az érte való tanúság tételt. A végleges válasz számomra Torma Cecil trilógiájában találtam meg, az adta meg, amikor is a történet első része Pécs környékén, a mai ismert Jakab-hegy oldalán játszódik, a volt Remete kolostornál. Akkor még nem volt pálos kolostor ez a Remete kolostor, a remeték összegyűltek, építettek templomot és kolostort maguknak, és közösségben éltek, és az akkori Bertalan püspök, megyés püspök, aki francia származású volt, ő adott szavázatot ennek a közösségnek. És a történet szerint a vitéz, aki megsebesül, betér ebbe a kolostorba, menedéket kér, tatárjárás idején játszódik, ugye, a történet 1240-41-ben, betér, beengedik, ápolják, fölépül, és ott marad egy darabig még ebben a kolostorban. Ám de ugye a tatárok is itt maradnak egy darabig még az ország területén, és feldúlják az ország nagy részét. Van egy remete a közösségben, aki minden áron meg akar halni, hogy vértanú halált szeretne halni, hogy minél hamarabb ott lehessen a mennyei atya környezetében. Aztán végül is, mikor hallják, hogy a tatárok ott dúlják a környéket, akkor fölmászik a toronyba, miközben ugye ez a vitéz éppen készíti föl a szerzeteseket az ostromra, és botokat hegyeznek ki, és egyéb más védekezéshez szükséges dolgokat végeznek el, munkálatokat végeznek el. Ez a szerzetes fölmegy, ez a remete fölmegy a toronyba, és elkezdi húzni a harangot. Mert hogy ő vértanú akar lenni, csak arra nem gondol, hogy mások meg nem biztos, hogy vértanúk akarnak lenni. Aztán végül ő az első áldozata ennek az ostromnak. Az első nyilvessző őt éri fönt a toronyban. Meg is hal. Valójában számomra ez nem is vértanúság, inkább öngyilkosság. A vértanúság nem ostobaság, hanem a Jóisten kegyelme, és ez a válasz rá. A Jóisten adja meg a kegyelmet ahhoz, hogy valaki vértanú legyen. Azért, mert a későbbi korok emberének példát ad, hogy a halálig is kitart Jézus Krisztus mellett. Így volt ez Szent Gellért püspökkel is, aki nem kereste a halált, hanem a lázadó pogányok, pogányságba visszatért, vagy pogányok, még pogány magyarok, ugye veszik körül, és taszítják le a hegyről. Tehát nem arról van szó, hogy ő kereste volna a pogányokkal a találkozási pontot, hogy végre meghalhasson, hiszen ugye százak, ezrek voltak rábízva, mint Csanádi megyés püspökre. Tehát nyilván az fontosabb, mert ott van az a páli levélben, hogy szeretnék már meghalni, nem pontosan idézem, de ugye értetek, még inkább élni. Tehát nyilván Gellért is ismerte ezt a páli idézetet, és szeme előtt tartotta. Nyilván szeretett volna már találkozni a mindenható Istennel Jézus Krisztus által, de mivel százak, ezrek voltak rábízva, mint megyés püspökre, inkább élni akart, hogy ezeknek az embereknek segítsen. Ezeknek az embereknek az élére Isten állította. De a pogányok körbevették és megölték. Ez Isten kegyelme, és hát így a neve fennmaradt, és a példája legfőképpen előttünk kell, hogy álljon, és példát vennünk róla,
nem arról van szó, hogy nekünk is, ugye, mint ahogy az előbb mondtam, vértanúknak kell lennünk, hanem a mindennapi életben kell önmagunkat feláldoznunk a körülöttünk élőkért, legfőképp szeretteinkért és a ránk bízottakért. Ez egy vértelen tanúságtétel, pontosabban hitvallás. Kedves testvéreim, nekünk ez az életünk. A vértanú halált pedig hagyjuk rá azokra, akiknek a mindenható Isten ehhez a kegyelmet, a kitartás kegyelmét megadja. Amen. Testvéreim, Szent Gellért püspök az életét áldozta magyar népünk üdvösségért. Kérjük Istent, hogy első szent vértanunk érdemeiért fogadja kegyesen könyörgő szavunkat. Urunkat, hogy Szent Atyánk Ferenc pápa, megyés főpásztorunk, főpásztoraink, papjaink és a szerzetesek áldozatosan munkálkodjanak az evangélium terjesztésén. Add, Urunk, hogy a népek vezetői önfeláldozóan szolgálják az emberiség jólétét és békéjét. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök vértanúságának példája erősítse hitünket. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök közbenjárására egyház községünkben mindig meglegyen a békesség és az egyetértés. És végül add meg a haldoklóknak Szent Gellért beléd vetett bizalmát és lelki erejét. Mindenható Atyánk, Te Szent Gellért püspököt messze földről hazánkba küldted apostoli munkára. Add, hogy az általa elvetett evangéliumi mag százszoros termést hozzon. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat Szent Gellért püspök és vértanú közben járására. Védj meg minket minden veszedelemtől, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te veletek. Emeljük föl szívünket. Föleltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Gellért hitünkért vérét ontotta, megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja, értett szenvedő hívedet, s bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, s hangos szóval vég nélkül zengjük.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, Isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az elvétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelked. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk minden. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése legyen az lelkünk közösségére. Jézus Krisztus szentest.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval, és megmentem az életem. Könyörögjünk.
Urunk Istenünk, betöltötted családodat, fiad drága testének és vérjének lakomájával. Add kérünk, hogy lelkünk és testünk javára és üdvösségére váljék, Szent Gellért püspök és vértanú közbenjárása. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy most a Szent Misét követően kiteszem az oltári szentséget, és délután 14:00 van lehetőség szentségimádásra, illetve este a Szent Mise után, a 8 órási Szent Mise után lesz szentségimádás, és a 10 órási művészek szentségimádását is megtartjuk. Mindegyikre szeretettel várunk mindenkit. Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.